Gundizunk egy picit, foglalkozunk vele Gundival, gyerekek? Van egy lebeszélt interjúm, csak mondom, Gundel Takács Gábor, hát nem tudom, hallottátok-e, hogy ugye mi történik vele? Mostanában sűrű az ő élete, ugyanis ő felmondott ugye az MTVA-nál, és bizonyos okokra hivatkozva azt mondta, hogy nem csinálja tovább, az egyébként nagyon népszerű és nagyon sikeres Maradj Talpon vetélkedőt. Hosszú-hosszú éveket élt meg ezzel a műsorral, tette nagyjá, baromi jó műsorról van szerintem szó, aki ismeri, az szereti, nézi. Jó a formátum, és a Gundi barom jól csinálta. Jó volt benne. Jó csinálja a vetélkedőket. Könnyed, laza volt, szórakoztató volt, helyes, de ugyanakkor azért informatív, és mégis jó. Annak ellenére, hogy ezek a quiz műsorok azért úgy kihaló félben vannak. Ez egy régebbi formátum a hazai televíziózás piacon. És szórakoztató is jó volt, igen. Na, ő fölmondott, és mindenki azt várta, hogy hova igazol. Melyik televízió? Hova milyen megy? Műsor? Mit csinál? Biztos és valami nagy túrranás. Hát itt robbant a Gundi bomba, mert kiderült, hogy színészkedni fog. Hogy tetszik mondani? Hogy milyen szeret. Színészkedni fog, ha minden igaz. Hát mindjárt elmondja, hogy hova egyébként, vagy hogy hova igazolt le, és hova megy, mert hogy állítólag majd egy operettben láthatjuk. Én megértem ezt a döntést komolyan, hogy kellett valami, ami kicsit kimozgatja a komfortzónájából. Hogy most nem még egy televíziós stúdió, nem még egy műsor, mert abból az elmúlt 30 évben volt valami, most legyen valami nagyon más. Aha. És akkor Hajmási Péter! Ma vigye utána járunk. Hajdon csak, nem. De ez igazi színészkedés? Ne, hát nyilván ez egy kirándulás. Tehát nem a Budapesti Olimpia kedvéért színészkedik. Hát a Budapesti Olimpia kedvéért már nem kell nagyon. Szegény pont akkor vállalta el, amikor másnap ugye másnap kihúzták az ő lába alól is a Budapesti Olimpiát. Nyerő széria. Mindjárt megkérdezzük, mert itt van velünk Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt, szevasz! Jó reggelt! Művész úr! Művész úr! Kiskezi csokkolom, művész úr! Látom, nem változtatok semmit. Nem, tudod, hogy mi nem változunk, bárhol is szólunk. Na, ebben most van valamiféle, van a történetek valóság alapja, vagy tudatosság, vagy nem van, nézted meg, hogy mit szerint, ez csak szokás szerint a bulvár alapon egy kicsit túl van tolva a történet. Tehát itt három, maximum öt előadásról van szó. A zsombói szabadtéri színpadon lesz Csókos Asszony című előadás, és ebben a Csókos Asszony című előadásban van egy főkomornyik, és ez egy nagyon, hát ez egy kicsi szerep, se énekel, se táncolni nem kell, és erre kaptam én felkérést, és hát ezt bátorkodtam, hát ugye abban az értelemben elfogadni, hogy végülis majd májusban döntjük el, hogy ebből lesz-e valami, mint az érésemről, vagy nem, tehát az előadás biztos, hogy meg lesz. Szöveget sincs, be kell menni egy tálcával, két kávé, meg egy konyak, leteszed, kimész. A következő színben bejössz, behozod, mit tudom én, a felöltőjét az úrnak, és kimész. Te kérlek, ha nem lenne szövegem, akkor se állnám meg, hogy ne dumáljak bele, de az néhány mondat azért van persze, mert nem tudom hányszor be kell jönni, ki kell menni. Tehát azért van néhány mondat, meg van ennek egy figurája, tehát általában ezt a kezdő, vagy nem tudom, inkább a másodvonalbeli, vagy nem is tudom, nem akarok senkit megbántani színészekkel játszák. Mindenesetre megnyugtattak, hogyha próbálkon kiderül, hogy teljesen alkalmatlan vagyok, akkor gyakorlatilag bármikor találnak erre a szerepre egy színészt, aki ezt meg fogja oldani. Szóval ez inkább egy ilyen kis móka. Egy kis kirándulás, nem? Nyári kaland. Uh-huh. Igen, nem több, de hát azt pedig a színész társadalom nevében kikérem saját magamtól, hogy én színésznek nevezem magam attól, hogy elvállaltam. Hát ez egy kis kicsit kimozgat a komfortzónádból, beugrasz, csinálsz pár életet, persze. Teljesen jó. Igen. Ennyi, igen. Tehát többről nincs szó. Nem, hát ez a bulvárban már erősen úgy jött át, hogy te színésznek állsz, és a következő években. Hát szokásos, persze. A bulvárt, hát persze, igen. Az a cikk, ami fölötte volt, én amikor olvastam, annak a címe például az volt, hogy válságban a színész szakma. Aztán látom, hogy ez két különböző cikk. Valahogy mégis egymás felé történt. Figyelj, ti leforgattátok az utolsót egyébként? Vége van? Vagy vannak még felvétel? Hát a részemről igen. A részedről igen? Részemről igen. Egyébként jókor hívtok, mert ma van az utolsó olyan Maradj Talpon, amiben én vagyok a műsorvezető, és aztán hétfőtől nem tudom, hogy ezt bejelentették már, szabad elmondani? Nem tudjuk. Én ezt nagyon sok helyen olvastam. Igen tudjuk, nem mondasz vele semmit. Hát az utódodat? Az utódodat nyilván. Hát az már sok helyen lejött, Héder Barnáról van szó. Igen. Ja, hát igen, akkor a, igen, tehát a barna lesz. Bejön a műsorba? Tehát úgy adod át neki, hogy ő megjelenik, és akkor mit leesik egyszer, ledobod, kérdezel tőle valamit. Tehát ti ketten megjelentek, vagy te elköszönsz, és aztán nem. Jövő héttől már ő?
Én elköszönök, és jövő héttől már ő lesz. Ezen volt némi agyalás, de aztán a kérdés eldöntötte, hogy amikor az utolsó adás felvétele volt, akkor a Barna nem volt Magyarországon. És ez viszonylag nyomós ér. Hogy... Igen. Akkor miért nem? Azt tudod, hogy azt a srácot, aki, vagy hát nem tudod, nem mondom, hogy aki bemondta Tarzant nem olyan rég, nem tudom, mikor vettétek föl, nyilván előre vagytok, de most ment adásba egy-két héttel ezelőtt Mária Teréziára bemondta Tarzant, mi megtaláltuk és gratuláltunk neki adásban. A tesója bemószerolta nálunk, hogy az én tesóm hívjátok. A te arcodat is láttam, hogy te mint kipróbált kézműsorvezető és hosszú évek alatt a szakmában, azért neked is lehet újat mondani. Lehet újat mondani, és nagyon vicces, hogy pár napon később egy rendezvényen találkoztam Habsburg Györggyel, aki odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát no, kérlek szépen, én ezt nem tudtam, hogy a mi családunkban, ebben a Habsburg családban a Tarzan is benne lett volna. De jó fej. Én imádtam a srácot, tudod. Ez ne legyen csönd, mondok valamit, Mária Terézia Tarzan. És úgy láttam, hogy a te szemed is egy pillanatra elkerekedik. Igen. Hát hogy? Hogy? Igen. Első Habsburg Tarzan, igen. Hát ő biztos, hogy sose lehet tudni. Figyelj, de ez a kis... De egyébként mi volt Tarzan vezeték neve? Tessék. Mit tudjuk mi? Hát ha Habsburg. Megmondom neked, Greystoke. Greystoke? Igen. A család neve. Ez a család, igen, az eredeti család. Jó, úgy, hát, úgy igen. Jó, most nem volt súga a füleden, ez nem tudtam. De mindegy, nem érdekes. Most már úgyis mindegy. De ti tudnátok dumálni, hogyha folyamatosan a születekre súgnának? Keveset. Hát ugye? Igen. Hát hosszat ki. Hosszú vacilálás volt, mire meghoztad ezt a döntést, hogy elég? Nem, végül is egy olyan helyzet volt, amiben egyértelmű volt ez a döntés, de igazából én már nem nagyon akarok ezzel foglalkozni. Amit ebben kapcsolatosan el akartam mondani, azt elmondtam, le akarom zárni, aztán sikerült is. Nem akarok már. De eljöttem, ők másképp gondolkoznak, én másképp gondolkozom, akkor dolgozunk külön. Hogy kinek miben van igaza, én nem akarok ezen se kardozni, se igazságot tenni. Na ez elegáns egyébként, ez nagyon szép, persze, hát ezt így lehet csinálni. De nyilván ajánlat van, nem? Tehát azért egy kicsi színházi kitérő után azért tervezed, hogy televíziózol. Tervezem, én magam is tervezek bizonyos dolgokat, meg kapok megkereséseket, beszélgetünk. Ugye most igazából a mi szakmánkban abból a tekintetben nehéz időszak van, hogy most mindenkinek megvan a műsora, megvannak hozzá az emberei, tudja, hogy mit fog csinálni tavasszal. Inkább ami beszélgetés, meg tervezés. Csak Kokónak nem sikerült találni. Tessék, csak Kokónak nem sikerült találni. Figyelj, tudod, mi gondolkoztam, hogy ez az olimpiás történet, ez neked így hogy ütődött be? Hát már nagyon lehetett érezni. Nem, hogy ebből valószínűleg kihátrálás lesz, és annyira meglepődtem, amikor a te nevedet így megláttam, hogy te majd most az olimpia mozgalom arca leszel azért, hogy még kampányolj el, olyan dologért, ami akkor már, amikor a te neved felmerült, és összefüggésbe hoztak az olimpiával, már láthatóan egy nagyon-nagyon veszett ügy volt. Hogy arra miért mondtál igen? Hát én ebben a BOM, tehát a Budapesti Olimpiáért Mozgalom, és a MOB, a Magyar Olimpiai Bizottság, ez ebben összekeverendő, ez csak azért mondom, mert nagyon sokan összekeverik. Én ebben a Budapesti Olimpiáért Mozgalom, az gyakorlatilag 2005 óta valamilyen mértékben mindig benne voltam, ebben például van egy sportszakmai bizottság, amilyen ösztöndi programban dolgozik, ennek is a részese voltam már évek óta, és aztán amikor itt a fölpörögtek az események, akkor a Szalai Berzovici Attilát, meg az elnökét hirtelen egyszerre hívták három helyre, és az egyik este, hétfő este azon a héten fölhívott, hogy figyelj, el kéne mennem az egyik televíziónak iratkozni, tehát illetve a külföldön vagyok, menjél már te! Nem mondom, de miért pont én? Hát mert mondjuk mi volna, ha te lennél a szóvivő? És akkor végül is én lettem a szóvivő, ugye? És belekerültem ebbe az egész történetbe, de... Az nekem az egy csalódás volt, hogy szerda este visszavonták a pályázatot, de igazából én azért nem érzem azt, hogy ez hogy egy napos vagy két napos történet lett volna, mert én azért azt gondolom, hogy itt önmagában nem az derült ki, hogy Magyarország de facto nem alkalmas olimpia rendezésére. Hát hogy ne, csak tudjuk, az derült ki, hogy legyen róla népszavazás, hogy hagyd mondja el mindenki a véleményét. Hát igen. Ami azért igen, más. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy ha... Most, hogy így alakult a helyzet, az derült ki, hogy bizonyos dolgokat nem jól csináltunk, ugye? Bár ebben mindenkit beleértek, aki ezzel valamilyen szinten foglalkozott. Tehát nem az olimpiával van önmagában a baj, hanem azzal, ahogy mi ezt megpróbáltuk megoldani, mert így nem ment. Tehát én azt gondolom, hogy ennek neki lehet futni, mert azért szerintem ez nekünk jó volna, csak kicsit okosabban kéne, vagy másképpen kéne bizonyos dolgokat csinálni. És például, hogyha Los Angeles nyer majd ősszel,
akkor nagyon-nagyon jó eséllyel Európában lesz a következő Európa, vagy olimpia, és akkor azt gondolom, hogy ennek újra meg kéne nézni, hát hogy az akkor... Az hogy visszamondtuk mi a következőre jelentkezni. Persze, meg akik azt mondták, hogy ne legyen ők se olimpia ellenesek, csak mondták, hogy talán van, ami most fontosabb, és jobb lenne másra elkölteni. Meg másképpen kéne csinálni. Meg másképpen kéne csinálni, persze. Kéne csinálni, stb. Persze, de nincs gond, csak beszélgessünk erről. Csak ugye az történetben azért az furcsa, hogy hosszú ideig mindenki azt mondja, hogy legyen, vagy a többség azt mondja, hogy legyen, aztán hirtelen egyszer megfordul a történet, de hát vajon mitől? De hát ez már politika. Ez már masszívan politika, igen. Gundi, leesel az utolsó adásban? Ennyit elárulhatsz? Úgy köszönsz el? Vagy. Elárulhatok, hogy fölvetődött ez a kérdés, de minden utána a bal vállamban pillanatilag van 5 csavar és egy fémlemez, ami összetartja. Nem tűnik túl ötletnek. Nem lett volna okos. Már hétfőn amúgy se jöttem volna, de ettől függetlenül nem szeret. Szerettem volna ott romokban heverni a díszlet alatt, igen. Na, hát bárhova mész, mi nagyon kedvelünk, és nagyon drukkolunk neked, hogy a színházi kitérő után... Ha bárhova mentek, én is nagyon kedvelek. Tudsz valamit? Beszéltél Andyvel? Túl ellenzéki a műsor? Ki néz egy második alabárdos szere? Nem régen vándoroltatok, ugye igen. Már, igen. De majd megkérdezem, hogy a Csókos asszonyban nincs 3 ilyen izét. Valahova vigyél be minket. Vagy ilyen Gorosmanok. Gundikám, vigyázz magadat, csókoltatunk. Köszönjük szépen. Ciao, Gundertek a Gábornak. Köszönjük szépen. Na, nézzük a kérdéseket akkor. Ez már hagyomány, megkérdezem, milyen bugyi van rajtad, Balázs, Kazi kérdezi. Most milyen, mutasd. A feleségemé. Szerintem megint a feleségemé. Más nem lehet, Kazikám. Igen, ez minden kérdés-válasz rovadó megjön. Sima, egyszerű. Boxer. Azt is megnézem. Fekete. Uh-huh. Ja, nem az. A David Beckhamnek egy ilyen sorozata. Nem, semmi. Nem nagy márka. Ott hagyta a szállodában? Igen. Először a fejembe hoztam. Kinek a szobája volt? Szerdáj. Davidé? Akkor nem dobjuk ki. Igen. Kikaptam a Viki kezéből, és a számba gyömöszölt. Így van. Beckhamék a spiritben? Na, Szújó Maci még mindig nem van tiltva tőletek. Sokan örülnének, ha lenne idén Forma 1-es játék. Jó műsor, szép napot. A kettő nem függ össze, tehát jegyeket, ha dílelünk majd a Forma 1-esekkel, és úgy döntenek, hogy nálunk hirdetnek, vagy szeretnének, ahogy a Klasszon is volt, akkor Forma 1-es jegyek vannak. Maci szerintem továbbra is tiltólistán van, illetve igen. Mi vagyunk tiltólistán ott, tehát Maci nem nyilatkozott nekünk, de nem is hívom Macinak, mert nem szereti. Zoli, mi nagyon kedveljük, nagyon szeretjük, kiváló sportkommentátornak tartjuk őt, és nagyon jól közvetíti a Forma 1-et, egyelőre úgy néz ki, hogy továbbra sem nyilatkozhat nekünk. Most meg is akarom szólítani, amikor legutóbben volt, csak aztán szűkülve elszaladt. Így van, hát édesem itt volt. Szegény, igen. Igen. Ugye közszolgálat ez azt jelenteni, hogy enged a munkatársakat nyilatkozni, szolgált ki a közigényét, közpénzből, de mégis ők úgy döntenek, hogy nem engedik nyilatkozni, mert néhány keresetlen szóval illettük őket, és a híradónak nevezett bármiüket. Úgyhogy... De tíz még kirúgják szegény. Amit ők iradónak hívnak, én ezt máshogy hívnám. Ja, szóval... Csak nekem jön le úgy, hogy Jani olyan, mint egy pszichopata gonosz té, nem is kell a másodiknak átjönnie. Értem. Igen, egy-két SMS-ünk nem jön át. Hát kinek hogy jön át? Ez egy szubjektív dolog, szeretnek bennünket? Nem. Sokan hallgattak úgy, hogy nem kedvelnek bennünket, azért hallgatnak. Hát ez egy jó dolog, de hát ha hallgatsz minket, akkor annyira nem utálhatsz. Szóval... Vagy lehet, hogy azért tudjon mind bosszankodni. Tehát szép nincs az nem. Élete, tökre után bennünket, és akkor azért hallgat, hogy legyen valami rossz benne. Azt mondja, engem az érdekel, hogy a ti családotokban előfordul-e, és ha igen, hogy kezelitek az ellentétek a szüleitekkel, a gyerek nevelésével, gondozásával kapcsolatban, mit csináltok akkor, ha nem értenek veletek egyet, és ezt gyakran tudatják is veletek, vagy ami rosszabb, kérésetek ellenére máshogy csinálják. Foglalkoztok-e vele, elmagyarázzátok-e nekik, belementek-e a vitába, vagy rájuk hagyjátok, ti hogy csináljátok? Köszi, Rita. Hú, ez egy jó kérdés. Hogy ott van a gyerek, mondjuk az anyósoméknál, és a mama nem úgy csinálja. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ez arra vonatkozik, igen, hogy amikor a szülő még szülőnek gondolja magát, de ő közben már nagyszülő lesz, te odaadod a gyereket, kérsz bizonyos dolgokat, és akkor a szülők vagy direkt, vagy nem direkt a saját szabályaik szerint kezdik el az unokákat nevelni, és nem úgy, ahogy te szeretnéd, vagy amire te kérted. Ez egy komoly konfliktus forrás, erről beszéltünk. A kis lazaság belefér szerintem a nagyinál levőségnél, tehát abban pont az a jó érted, hogy a nagyi megengedi azt, hogy, de nyilván vannak szabályok, amit nem, és ezt meg neked el kell mondani az anyádnak, vagy az anyósodnak. Ha meg nem érti, meg bedugod egy szeretet otthonban. Na, más kérdés. Nem, én is azt hiszem, igen, ebben igazán, tehát a nagymamának föl kell fogni, hogy ő már nagymama,
neki semmi másról nem kell, hogy szóljon a történet, mint hogy kényezteti, szereti, odaviszi. A csám, én nem egy hülye majom szeretet, tehát nem ásszon ki a gyerek az ablakon, meg ne ugorjon ki az erkélyen, de azokat a szabályokat, amiket te hozol, neki az kutya kötelessége betartani, és azt a szellemiséget egyszerűen átvenni. Ő ott nem bírálhat téged felül, nem írhatja felül, nem mondhat ellen neked, a te tekintélyedet nem csorbíthatja. Ott egy nagyszülőnek az a feladata, hogy nagyszülő legyen, és beilleszkedjen abba a keretbe, amivel te otthon játszol a gyerekkel. Ha ez a focipálya, és ez a szabály, akkor ha jön a nagyszülő, akkor vagy ő is veled focizik, vagy nem jön. Passzolhat másképp, passzolhat, játszhat másképp, de nem írhatja föl a szabályokat, nem? Tehát ez nagyon fontos, hogy majd, ha mi nagyszülők leszünk, biztos baromi nehéz lesz, de akkor már rá kell jönnünk, hogy a gyerek írja a szabályokat, és ő már felnőtt, tud dönteni, akar dönteni, és az már az ő gyereke. Tetszhet nekem, vagy nem tetszett, ahogy neveli, de felülírni, felülbírálni már nincs jogom, mert én ott már nagyszülő vagyok, az már egy másik család. Ha anyuka tessék lefektetni 9-kor, mert reggel iskolába megy, ki kell aludja magát, ott nincs pardon. Tehát 9-kor a gyereknek aludni kell, hogy 9 előtt től te mit csinálsz vele, és egyébként akkor mit tudom én, elmarad a fürdés, na bum, ne fürödjön. Igen. Ma kész. De 9-kor le kell fektetni. Tudod, milyen a kanyádéket egy kis csokit a mamától elfogadom. De az nem baj, kényeztesse. Akkor van baj, ha te megkérted, hogy ne egyen édességet is titokba tömi, és belőle csinál hülyét. Az, etesse, itassa, főzzön nekem, itt akar, vigye ahova akar, legyen jó. De azt az 5 dolgot, amit te kértél, azt tartsa be. Tehát Rita kérdésére válaszolva, én szerintem ebbe bele kell állni, és igenis, hát muszáj. Tehát, hogy ebben van konfliktus nyilván, mert az ember sokszor nem megy szembe a saját szüleivel, de muszáj valahogy felébreszteni őket, hogy te már nem szülő vagy ebben a játékban, hanem nagyszülő, és én a te kis hülye gyereked mondja már meg, hogy te mit csináljál. Ami nehéz nyilván nagyszülőként elfogadni. Mert én is téged is fölneveltelek, hát nekem nem mondom, mit csinálják az unokámmal. Köszönöm is, anyuka. Ugye, hát mert ugye, te valószínűleg bennünk is sokszor lesz ez, hogy na nekem a fiam nem mondja meg, mert hát én őt neveltem, ha majd én tudom, hogy ugye egyen cseresznyét a gyerek, de közben ne egyen, meg 2 éves lehet, hogy félrenyeli a magot. Te is megötted a cseresznyét, ha én enni, megötted a cseresznyét. Ha kik a ki. Érted? Szóval igen, biztos nehéz, de Ritának azt mondom, hogy ebbe nyilván bele kell állni, és a nagyszülőnek kell minden úton módon elfogadni azt, ahogy a szülők játszanak a térfélen a gyerekkel. Hát remélem, hogy segítettünk ezzel. Tessék el. Jani, kipróbálnád velem? Sanyi. Nos, Sanyi, hogy ennek a kérdésnek a fókuszában, mondjuk a dárcozás vagy a tereplovaglás áll, akkor van benne nyitottság. Minden más beszél meg a nejem. Igen. Azt mondja, Feri, lehet, lemaradtam valamiről, a szakállnövesztésednek oka van, öregít egy kicsit, a párod nem tiltakozik ellene? Ő kérte, igen? Szerette. Igen, nekem mindig volt borostám, most megnőtt, ő meg ragaszkodik hozzá. Ennyi. Ennyi a szakállügy. Jó, tehát akkor te utálod, de... Ne, én nem utálom, nekem nincs vele bajom. Szívesen már levágnád, de... Kicsit már vágnék belőle, de a béka mindig mondja, hogy ő ezt szereti. Jó lesz, Magyarországon, aki szereti ezt. Tervezel-e főző workshopokat tartani, Feri? Annyira szívesen elmennék. Hát egy darabig én csináltam, csak azt egy időhiány miatt volt egy főzőiskola, ahova én jártam. Mindig egyedül voltál? Nem. Csak rohadékoskodom. Nem. És akkor most kanalakat előtt. Nem, kettem, mert a béka is eljött mindig. Na, akkor most tessék elpakolni. Ja. Ilyen gyorsan készüljünk a mosogatással, mehetünk haza, hol a lóvé? Akkor jöjjön a desszert. Úgyhogy voltak ilyenek most. A podi próbáját, nem is, most kérdezik, kóstolát. Ja, még itt vagy, Feri? Azt mondja, hogy mi más most várjuk a kisbabánk, a Tamina nevet választottuk, bejegyzett név, csak névnapja nincs. Bali. A Beninek is ritka neve van, nem bántad meg? Nem okozott a név megjegyzése a rokonoknak, ismerősnek nehézséget? Nem. De felírt egy papírra. Benő, Bendegúz, Benedek, Benji, Bonji, Berci, Bunci, Punci, gyere ide. Betűznétek. B-boy. Igen. Nem csúfolják a ritka név miatt. Köszi, Reni. Én szerintem nem. Ma már annyi név van, és annyira sokféle nevet tudsz, lehetőséged van választani, hogy lehetsz a... Azt meg tűz ki valami dátumot, ami neked szimpatikusan nincs benne egyébként így naptárban, hogy mikor van a napja. Azt szokták csinálni, mert van több ilyen név is, ami nincs konkrét ünnephez kötve, vagy ünnepnaphoz, hogy mikor van, hogy valaki kitalálja, hogy akkor ez március 19. Én szerintem lehet leáldozott a kálmároknak, Zoltánoknak. Ne bántsuk őket. Nem, csak változik. Hát nyilván, más. Hát más. Most a divat, más 30 éve, vagy más volt 30 éve, én szerintem nyugodtan lehet. Ha neked tetszik és szeretitek, akkor semmi mással nem kell foglalkozni. Ki ne szúrjatok a
a gyerekkel nyilván, tehát a fűcsímre és a nem tudom. Ja, tehát, tehát az, hogy nektek, hallok egy csomószor, nem ijed, de ez az, hogy apuka anyuka nagyon jól szórakozik, a gyerek élete megkeseredik egy hosszú évekre, mert hogy hülye nevet adtak neki. Azt sorozatból, nem tudom honnan. Lenni, hogy az aranyos kis csecsemőnek jól áll ez a név, hogy egyszer lesz 30 éves munkavállaló. Igen, igen, a bogyócska, málnácska, eprecske, igen. Az mindig furán állok majd, amikor 30 évesen megy interjúra, állásinterjúra, kis eperke. És nem bíznak rá komoly állást, mert eperke akkor jöjjön ide. Szóval a gyerek, igazad van, a gyerek egyszer felnő. Olyan nevet kell neki választani. Három évesen nagyon cuki, hogy gügyög a kis eperke, de 30 évesen már azért nem biztos. Azt mondja, hogy mi a véleményetek, mennyire várható el az anyagi támogatás a szülők részéről, lakásvásárlás? Atyaisten, hát ez egy nagyon egyszerű kérdés, és közben nagyon bonyolult. Hogy mi szülők mennyire támogassuk a gyereket? Hát ha van, akkor nyilván adsz. Bár lehet, hogy arra gondol itt a kérdés föltevé, hogy van a szüleinek pénze, de nem adnak. Aha, hát ez fura. Igen, az mondjuk fura. Nagyon furi, ott akkor elszaladt valami, de nem most, hanem a kezdetektől kezdve. Nyilván szerintem az a tök normális, hogy ha tudsz segíteni a gyereknek, akkor megteszed. A szülő-gyerek kapcsolat az egy életfogytig rock and roll. Tehát, hogy ott az nem csak egy lehetőség, hanem az egy kötelezettség is. Életed végéig a szülő vagy támogatni kell a gyerekedet, a gyerek vagy támogatni kell a szüleidet. Kölcsönösen gondoskodni kell egymásról. Az én. Hát tudod, de közben annyira terhelt, meg annyira nehéz viszony, meg szóval annyi minden van egy szülő-gyerek viszonyban, hogy azért ezek, ez így milyen szép lenne, és milyen egyszerű lenne. De hát ennél azért a gyerekkorod, a felnőtté válásod, a szülő kiállása melletted, a döntések a fejed fölött, szóval az mindig egy terhelt viszony, a szülő-gyerek viszony, milyen jó lenne, ha mindenki így gondolná. Közben a legnehezebb viszonyok egyike, nem? Csak akkor vegyél neki lakást, ha biztos, hogy benne, hogy cserélni fogja rajtad a pelenkát. Én egyszer ezt hallottam. mi csoda? Szülőnek mondták, ugyanez volt a kérdés, hogy vegyek-e a gyereknek lakást. És azt mondta egy ismerős erre, hogy akkor vegyél neki lakást, ha biztos, hogy benne, hogy majd lecseréld rajtad a pelenkát, ha már bepisisz. Mondtam, hogy szevasztok, további jó szórakozást. És akkor legyen egy ilyen szerződés, amikor ezt így leírják, és mind a ketten leírják, így van. Komoly. Vállalom, hogy majd... Egy csomóan nézik ilyen gazdasági alapon egyébként a szülő-gyerek kapcsolatot. A gyerekvállalást, hogy azért csináljunk gyereket, nem majd felnő, és akkor eltart. El fog tartani. Ez érdekes hozzáállás. Azt a gyereket úgy kell felnevelni, hogy a számára természetes legyen. Ilyen egyszerű. Vagy ilyen egyszerűen hangzik. Hát igen. Úgy kell felnevelni a gyerekedet, hogy aztán később ne legyen ez egyáltalán probléma, ne okozzon gondot. Tehát, hogy itt is megnézhetjük például, nagyon sokszor például azon velem, mert számomra tényleg példaértékű, de ott a japán társadalomban nem eresztik el az idős embereknek a kezét. Az idős emberek ott élnek veled együtt, vagy velük együtt a halálukig a legnagyobb megbecsülésben, és a legnagyobb tiszteletben, és maximális törődés mellett. És sok olyan van, és sajnos ez a úgymond nagyon fejlett nyugati civilizáció meg valahogy nem erről szól. A miénk se sokszor. Tehát szörnyű, rémtörténeteket lehet hallani. Pedig milyen szép, és az időseknek is milyen jó, ugye, hogy ami a leginkább megkeseríti az öregkort, az a fajta nincs már rám szükség életérzés, meg én már nem kellek, kicsit céltalan, meg ok nélküli az életet, hiszen felnőttek, kirepültek. Ott meg ugye integrálják őket, amit te is mondasz, a legnagyobb tiszteletnek örvendenek, köré ülnek a fiatalok, történeteket mesélnek, és a legnagyobb tiszteletben azok állnak, akik a legidősebbek. Tehát ott egyfajta családfők, akár 89 évesek. Kínában is integrálják őket. Fiatalon tartja őket, bent tartja a családban, nem teszik partvonalra, és ezáltal hosszú ideig fiatalok tudnak maradni, és sokkal hosszabb az életük, mert azt érzik, hogy szükség van rájuk. Nagyon szép hagyomány. Van élettapasztalatuk, kikérdezik őket egy döntés előtt. Igen, ez arra felé nagyon a kultúra része, és nagyon fontos része, igen. Venezueláról hallottam egyszer, hogy ott élnek úgy, mintha kicsit olyan, mint egy ilyen ősközösségi társadalom. Ez a mindenki, mindenkinek a mindenki. Tehát olyan nincs, hogy utca gyerekek, mert hogyha csak egy szülő van otthon, és a többi elmegy dolgozni, akkor az mindenki az ő gyereke. És ő mindenkinek az anyja, vagy igen, az apja, tudod, és törődés hogy, van. Mert tudod, mindenki törődik majd én megyek el, és igen, a szomszéd pontosan lesz, így van. Ott lesz az én gyerekem. Mennyire szimpatikus dolog ez. Hát régen Erdélyben ugye például ugyanígy működött mondjuk ez a kaláka rendszer, ami egy fantasztikus dolog volt, hogy neked kellett valami, akkor mindannyian az egész falu oda ment, és megcsináltuk, a házamat, és holnap a teljesen evidens volt, hogy amikor meg neked kellett valami segítség, akkor a többiek is mentek. Ez szerintem ez csodálatos dolog. Igen, hát ez sajnos nem így működik. Ennek egy csomó oka van egyébként, hogy miért nem. Beleszoktatok hallgatni a Klassz műsoraiba, tartjátok a rádiótokkal a kapcsolatot. Én nem hallgattam nagyon én igazából. Sem. Én emberekkel, igen, a Garamival. Tegnap is találkoztam, de szinte nem is kérdezek semmit, hogy mi van bent. Beszélgetünk másról. Szerintem az már... Én is beszéltem a Garamival egy pár nappal ezelőtt, hát nyilván kérdezgettem, hogy mi van a rádióban. Túl sok jó hírt nem hallottam sajnos tőle. Tudom, hát viszonylag kevesen hallgatják őket, még online is.
De úgy váltunk el, hogy drukkolunk nekik. Így van, hajrá. Már a személyeknek. Ó, oh, hát a személyeknek nagyon, persze. Igen, az ottani dolgozóknak. Igen. Persze. Főnökségnek kevésbé. Persze, hát valaki az ember, gombot, azt addig azért akkor lássunk, amikor az aranyerünket, de hogy egyébként van meg egy csomó olyan ember, akit nagyon-nagyon sajnálunk, hogy nem tudtunk együtt tovább dolgozni, és hogy nagyon ritkán találkozunk már velük. Vannak ilyenek is, meg olyanok is. Igen. Mit gondoltok arról, ha egy csajnak sok pasi barátja van, és sok időt tölt velük? Elmondása szerint csak barátok. Nem tudom, hogy kezem a helyzetet. Köszi, Ati. Ó, Ati, hát egy kicsit általános így ez azért ebben a formában. Sokat pasi barátja, és velük van ahelyett, hogy veled lenne, mert te vagy a barátnője? Vagy ezt nem tudom teljesen értelmezni. Tehát ők egy pár valószínűleg igen, ezzel igen. A lánnyal, és akkor a lány viszont nem barátnőzik, hanem barátai vannak. Hát, szerintem semmi gond nincs vele, ha megbízol benne. Már pedig, ha szeret, te is szereted őt, akkor nincsenek kérdések. Igen, óvatosan azért, óvatosan. Március 25-én Simon Tornyai Alfa találkozó. Ott leszel felé? Nagyon szép hely. Lehetőség nyílik megismerni néhány jó alfa szerelőt ide. Nem most kell, jött Viberen. Nem kell, gyerekem. Mindenkinek olyan kedvesen indult az SMS, gondoltam, végig olvasom, tudod. Ott leszel, tervezel menni, Smiley-el. A lehetőség nyílik megismerni néhány jó alfa szerelőt. Igen. Mit szóltok a Mi kis falunk című sorozathoz? Köszi, ez Mester András kérdezi Viberen. Én megnéztem, én nem annyira tudtam rajta röhögni, de azt hallom, hogy óriási siker, és nagyon, nagyon szeretik, és nagyon elégedett vele a csatorna. Azt hiszem, ez egy heti sorozat, heti egyszer megy. Baromi nagy siker, és nagyon nézik. Én nem az én stílusom. Ez a mindenki kicsit retardált, mindenki hülye, és akkor ilyen kusturicással mindenki nevetünk. Népszerű. Baromi népszerű, és nagyon megy. Nem jók nagyon láttuk. Jók a színészek, tudom, színészek vannak benne, igen. Belőle. Igen. Zseniális színészek vannak benne, de szerintem egyikünk se nézi nagyon. Nem? Én nem láttam. Nem, egyáltalán. Én nekem a vállótársak nagyon tetszett, figyeljtek, azt nagyon imádtam. Én megmondom őszintén, hogy amikor megláttam a promoképeken, ahogy Szabó Győző részegrendőrt játszik, és megpróbál felszállni a biciklére, nekem ott elment a kedvem tőle. Ettől függetlenül egyáltalán nem biztos, hogy nem adok neki esélyt. Szerintem mindenképpen meg fogok belőle nézni egy-két részt, csak nekem így valahogy így, nekem ez ilyen fáradtnak tűnt. Nem a régi volna, de ott, hogy ilyen, nem tudom. De szeretik közben, igen. Tehát nagyon nézik, igen. Nagyon nézik. Na mindegy. Ráadásul az írók között is ott van például Kormos Anett, aki író, és őt nagyon szeretem. A humorát is szeretem, meg a személyiség is nagyon szimpatikus, ettől függetlenül most nekem még nem annyira. Azt mondja, van itt egy kérdés nekem. Kedves Jani, úgy tudom, hogy boxered volt, most pedig német juhászkutyád van. Miért váltottál fajtát egy megszállott boxeres Pécsről? Azért, mert nagyon kötöttünk érzelmileg, mert imádjuk a boxereket továbbra is, tehát fantasztikus családi kutyának tartom, és hát csodálatos, akárhányszor meglátunk egyet, akkor elérzékenyülünk. De a kislányom nagyon kötődött a kutyusunkhoz, aki már sajnos elment, és valahogy így maga fajta is annyira kötődött hozzá Danihez, hogy így lezártunk egy időszakot, a másik pedig az, hogy a német juhászunk egy mentett német juhász, tehát hogy így ebből a szempontból is mondjuk egy picit váltottunk, mert a Denit annak idején vásároltuk, egy nagyon jó tenyésztétől egyébként, tehát nem egy ilyen ellető, nem is egy tudom, ilyen, egy tulajdonostól. Igen, hanem egy igazi tenyésztőtől, és végül egyébként pont Pécsről fogadtunk örökbe a Hachiko Állatvédő Egyesületnek a segítségével. Fogadtunk örökbe egy kis kutyát, Tirát, ami azóta már nem is annyira kiskutya. És nem rágott szét minden? De. Le a kalapa, hogy ezt bevállaltátok. Mindent. De hát az új fal, új bútor, új asztal, minden. Új szék, hát az minden szétrág egy kutyát. Ezt hogy vállaltátok meg? Most már le fogjuk burkolni egyébként az egész ebédlőt, így ilyen ezekkel a hasított ilyen kis nyers téglákkal úgy fogjuk megcsinálni, hogy az szépen pucolható legyen, meg hogy ne rágja meg, de meg fogja rágni. És mert egyébként ez már mindjárt. Egy éves, másfélés korányra el, nem? Igen. Ráadásul most van nála egy ilyen fogváltós időszak, és hát félelmetes egy piranya. Az nálad is most van, ahogy látom. Hagyod el a rágóidat, lassan. Egyszerre váltatok fogat a kutyával. Mindenked volt, azok megjelenik. Minden. Csak neked már nem jön vissza.
Azt mondom, az a legdurvább. Lépcső, élvédő, papucs, cipő, hűtőszekrény, amit akarsz, mindent megrág. De a legjobb az egészben az az, hogy van a lépcső feljárónknak az oldal elejére rárakva egy ilyen USB lap, hogy ne tudjon fölmenni az emeleti részre, és azt megtámasztottam egy 28 kilós kettlebell-lel az egyik oldalról. Mit csinál? Rágja a kettlebellt. Tehát, hogy... Mondjuk az egy ilyen vas kettlebell, vagy az a rá van egy darabig. Tehát nem ahogy hívják, nem ez az RKC, és nem ilyen, hogy hívják, műanyag homokkal töltött ilyen modell, hanem azért el lesz fel egy darabig. De legalább, értem, nehéz napokon majd nem hiányzik a fason. Rágja csak. 9 osztályos általános iskolák. Segítsetek engem képbe tenni, mert nem tudom, ez olyan gyorsan jött, és olyan hirtelen mindenféle. Hát ilyen társadalmi vita meg minden nélkül, ez csak itt van. Igen, hova szerintem teszik most ezt a plusz osztályt? Jó ez az én gyerekemnek? Szívok-e vele? Ti szívtok vele? Együtt szívunk? Mi van most? Szerintem nekik is gyorsan jött, ahogy átolvastam a híreket, mert nem tudjuk, hogy ez 3 plusz 3 plusz 3 lesz, vagy az lesz, hogy marad a 8, de az óvoda és az iskola közé beteszünk egyet, hogy az átállást segítsük, ami egyébként teszem hozzá, még nem is biztos, hogy nem rossz tűnik ötlet, mert ugye most már az van, hogy a gyereked, hogyha szerinted nem is érett az iskolára, akkor azt régen azért úgy óvatosan lehetett közölni az óvónénével, hogy nem maradhat-e még egy évet a gyerek. Ezt most már ugye tiltják, tehát hogyha be... Vagy nem közölted, majd észrevették. Igen. Egy idő után nem mentél. Te még mindig itt vagy, Lacika. Nagyobb csokorral érkeztél, és akkor meg tudtad győzni az óvónőt, hogy maradjon, vagy körbejártál ilyen kanosszajárás után. Mindenki csak megállapították, hogy nem iskolai érettség. Iskolai érettség volt, kellett. De most már lökdösik ki őket az óviból, hogy föl tudják venni ugye a 3 éveseket, hogy legyen hely. Igen, tehát annélkül, hogy nagy szakértője lennék a dolognak, én azt lehet, hogy tudnám pártolni, hogy ott egy évet így beiktatni, egy ilyen kicsit átszokat. Oda akarják? Nem, ők se tudják, hogy hova akarják, ez a baj, érted? Hogy most nem tudjuk, hogy ez 3-3-3 lesz, mert én már olvastam ilyet is, hogy ez egy klasszikus 9 év lesz, és akkor a végére teszünk plusz egy évet. Vagy csak évet. Egyfajta ilyen szoktatás. Igen, hogy ott már azt mondod, hogy még év. Azért játszva, de már tanulunk jobban dolgokat, mint az óvodában. Tehát a probléma, szerintem a legnagyobb probléma az, hogy amit te mondtál, nem kérdeztek meg megint bennünket, B, hogy nem tudják ők se szerintem, hogy mit akarnak a 9 De akár még jó is lehet. Én ezt támogatnám, ezt az egyéves átállásos időszakot, hogy ott még játszol, ott még megsimogatod a gyereket, hogy jó van, de azért már a klasszikus iskolai órarendet kezdett bevezetni. Anita, mit szólsz ehhez? Jó reggel. Szerintem maga az ötlet az nem rossz, hogy felkészíteni a gyerekeket az iskolára, de csak halkan kérdezem meg, hogy nem lehetne ezt már nagy csoportban elkezdeni, és akkor nincs egy plusz év, hanem a középső után, az óvoda középső csoportja után egy olyan nagy csoportot létrehozni, amely már felkészíti a gyerekeket az első osztályra. Hát azon lenne, a nagy csoport lenne, már az, de nagy csoport, na jó, erről szól. De hogyha az iskola meg az óvoda közé akarják ékelni ezt a plusz egy évet, akkor ezt már meg lehetne ott valósítani. A másik dolog meg az, ami eszembe jutott, hogy mi lesz az évvesztes gyerekekkel, hogyha ez a plusz év tényleg az óvoda meg az iskola közé kerül be. Tehát az évvesztes gyerek már eleve egy évvel tovább jár óvodába. 4 évig. Uh-huh. Akkor ő majd, nem tudom, 8-9 évesen kezdi az első osztályt. Az a bajom, ezzel már ebből tök igazad van, igen, de hogy az óvi valójában nem igazi iskola felkészítő. Tehát egy csomó olyan vegyes csoportok vannak, egy csomó olyan annyira túlterheltek az óvónők, hogy 20 le akar ülni, 10 nem akar oda ülni. Most már ugye liberalizálták arra az óvodákat, hogy nem is ültetheted le, ha nem akar, nem ül oda, ha nem akar, nem foglalkozik, ha akar, tologatja az autót, majd onnan átrugdalják ugye iskolába. Tehát az óvi már nem valódi iskola felkészítő. Régen az volt. De most már az van, tudod, ha akar, oda ül. Ha nem akar, akkor nem ül oda az órára, tehát hagyni kell még a gyereke gyereknek lenni. Nincs semmi baj, de nem készíti föl a nagy csoport. Tehát azt az óvitól elvárni nem lehet. Ráadásul ilyen éretlen gyerekek mennek iskolába. De oda akarják, biztos? Ezt elmondták, nem, hogy nem, oda? Nem, még nem tudják. Tehát nem tudják. Ez majd 2 év múlva válhat valóra. Most még lesz a társadalmi konzultáció. Szakemberekkel is beszélnek. Én reményeim szerint azért néhány szülő is elmondhatja majd a véleményét erről, akinek azért már nagyobb gyakorlata van ebben. Ne adj Isten, még pedagógus is mellette, és akkor sokkal jobb rálátás. Hát meg mondja el a pedagógus, meg a pedagógus szakszervezet, meg mindenki, aki ért hozzá. Hát mindig az a fontos, hogy azok mondják el. Ami egyébként egy bombabiztos alapja lehetne a dolognak, mert onnantól kezdve, hogy megkérdezik a szülőket, megkérdezik a pedagógusokat, és egy közös, majdnem a konzultációt szót használtam, de hogy ezt nem akartam, tehát hogy egy nagy közös eszmecserének vagy beszélgetésnek az eredménye lenne az, hogy hoznak egy döntést, ami ellen aztán nem tudna senki appellálni, csak megint olyan fura. Igen, ez. Nem, az a baj, hogy megint van valami, amit bedobunk. Én gondolom, hogy itt nem történt más, mint hogy baromi rosszak lettek ugye ezek a PISA-tesztek, az oktatás elmúlt x éve az kudarc, ezt most senki ne gondolja nagyon erős kormánykritikának, nem így van, meg kell nézni, ez most nem jó, ami történik az oktatásban.
a központosítás, minden, az oktatás is a gyerekek rovására ment. Tehát ezt kidobhatjuk az ablakon az elmúlt x évet. Sajnos, legalábbis oktatás szempontjából. Fejjelbe kaptak, és az basszus, csinálni kell valamit, ez most tényleg. És akkor dobjuk be. Majd a bedobás után, akkor mi bedobtuk ez az ötlet, most tárgyalhattok arról, hogy jó vagy nem, de az ötlet már itt van, készténként kell, hogy kezeljétek, oldjátok meg, hogy nagyjából hova rakjuk, mi a véleményetek. Érted? Tehát, hogy megint nem az van, hogy a szakmai szervezetek elmondják, hogy így kéne javítani, és akkor valamilyen ötletet bedobnak, hanem adnak egy csontot, azt te már rágd meg, de az a csont az már fix, azon már nem tudsz változtatni. Nekem mindig ez a bajom. Nem? Közben nagyon sok nagy koponya ül itt, aki azért el tudná mondani. A lehetőség, mert még nincs kész terv. De ez is ilyen. Egyébként, hogy de nem tudod valami... önmagában, hogy jó-e a 9 osztály, vagy nem. Azt már te megkaptad kész tényként, most már maximum eldöntött, hogy hova rakod. Ha abból szóval... indultok ki, hogy a felsőbb évfolyamoknál, vagy például az egyetemek, főiskolák is szoktak indítani nulladik évfolyamot, ami egy kvázi felzárkóztató, abból a szempontból lehet, hogy nem rossz. Az nem. Viszont szerintem az elvárni... és a suli közé az nagyon jó. Igen, az egy jó ötlet. Azt meg elvárni, hogy minden gyereket felhoz egy azonos szintre, ha ez lenne a célja ennek a plusz évfolyamnak, azt meg úgyse lehet megvalósítani, mert mindig lesznek. Lemaradások mindig lesznek. Ennek javasolnám akkor az óvoda és a bölcsőde előkészítő nulladik csoportokat is, és a végén már 26 éves korodban érettségiznél, érted? Igen, és akkor még egyetem tehát, 35, vagy mire elkezdesz dolgozni. Nem olyan fura egyébként. De legalább már tudnátok, mit akarsz csinálni. Nem az a cél, egy szintre hozzák a gyerekeket, hanem az én fiam most fog menni általános iskola elsőbe, és már tudom, hogy azért Soma egy ilyen viszonylag laza csávó, addig az óvodában, amit a Balázs is mondott, hogy megengedik azt, hogy lazuljál, nem kell odaülni feltétlenül, inkább játszál. Én már tudom, hogy szeptemberben, amikor Somának azt mondja, hogy na akkor, hogy édes gyerekem, reggel 8 órán üljél le a padba, majd így nézni fog, hogy aztán minek. Érted? Tehát, hogy ezt az átállást lehet, hogy jó, ha segíti. De lehet, hogy akkor is ugyanúgy fog nézni a gyereket az iskolában, mert még mondjuk érzelmileg nem érett az iskolában. Hát, és ez nem biztos, persze, hogy korkérdés. Sok suliban engedik már, hogy álljon föl, nem kell végigülni, járkálhat, kimehet. Tehát erre már azért ők is eljöttek, hogy ez nem túl. A iskolája válogatja, hogy mennyire veszik ők komolyan ezt az első évet. Hogyne. Tehát, hogyha tényleg a pedagógusok is meg van, az iskolának a vezetőség is nyitott arra, hogy az első év egy kicsit lazább legyen, és hogy tényleg az átmenetet szolgálja az óvoda és az iskola között, akkor az tök jó. Itt szerintem alapvetően azzal van a probléma, hogy nagyon komoly követelményrendszer van most jelenleg az általános iskolások előtt. Itt vannak például ezek a PISA teszt eredmények. Nem úgy teljesítettek a diákok, hogy azt várták volna, és csomó nem tudtak megugorni ugye azt a bizonyos létszert, és most fura módon, mintha még emelnének ezen a létszert. Az a bajom ezzel, igen, amit mondasz, hogy alapjában szerintem nem itt van a kutya elásva. Tehát ami történt az oktatásban, az nem szólt másról, mint hogy a tanárok és az igazgatók kezéből kivették a valódi kompetenciát, központosítottak mindent. A differenciált oktatást úgy, ahogy van, megszüntették, már amennyiben csirájában ez létezett. Tehát a valódi megoldás szerintem hosszú távon, lehet, hogy plusz ez az egy osztály, de alapjában véve az, hogy visszaadod azok kezébe a valódi oktatást, akik értenek hozzá, akik tudják, akik mernek, lehetőségük van, és tudnak differenciáltan oktatni, akinek nem mondod meg, hogy csak ebből a könyvből, nem mondod meg, hogy csak így ezen az úton, nem mondod meg, hogy csak ez, hanem azt mondod, innen ide kell eljutni, de az út az rád van bízva, nézd meg az osztályképességeit, a gyerekképességét, ki az okos, ki nem okos, taníts nyugodtan differenciáltan, és mi, mint az állam, a kormány, megbízunk benne, hogy ott kompetens személyek ülnek. És elmeri dönteni, és tudja a tanár és az igazgató, hogy mit ad a gyerek kezébe. De ez a fölülről jött központosítás, majd mi mindent megmondunk, mindent, ti pedig végrehajtók vagytok. Ez tulajdonképpen az oktatásnak a halála, hiszen ez nem egy egyértelmű, teljesen egyirányú dolog, hanem egy nagyon homogén, ott a helyszínen szerveződő olyan finom dolog, amire úgy kell reagálni, hogy milyen az osztály összetétele, hogy hogyan tudsz differenciáltan csoportokban dolgozni, hogy ki van elől, ki van lemaradva, kivel mit csinálsz. Tehát szerintem, ha ezen változtatnak, ez egy jó irány. Lehet, hogy ez a plusz egy osztály is az, de alapjából nem itt látnám a nagyobb bajt, hanem hogy mindent elvettek. Nem? Én az igazgatóktól, a tanároktól, robot üzemszerű végrehajtók lettek, akiknek megmondják fölülről ütve a fejüket, hogy már pedig, ha nem tartasz itt márciusba, akkor te nem vagy jó tanár, és akkor mehetsz nyugdíjba, vagy ki vagy rúgva. Közben nem erről szól az oktatás. De próbálnak változtatni szerintem a pedagógusok, tehát mindenki hát a maga alkalmazkodni szerintem, meg túlélni. Az a napi harcod van minden nap ahelyett, hogy tanítanál, érted? A bürokrácia, a kitöltések, a jelentések, a stb. Mind-mind a saját gyerekettől veszi el az időt, ahelyett, hogy hagynánk őket tanítani. És elhinnénk, hogy tudnak tanítani. Meg okosak, meg azért lettek pedagógusok. Meg nem? Hiába próbálkoznak, hogy meg van kötve a kezük, tehát, hogy nekik valamilyen le kell adniuk az anyagot. Igen, valamilyen szinten igen, de én legalábbis azt látom nálunk az iskolában, hogy azért próbálkoznak a pedagógusok. Hát hogy persze, de ez nem is a pedagógusokról szól. Tudom, megvívják a saját kis harcukat azért, hogy minden gyerek megkapja azt, ami igazából muszáj, most szerintem járna. Egy
szamizdat jelleggel egy ilyen túlélés van, hogy egy pult alatt megy az a könyv, meg hivatalosan ebből tanítunk, de azt a gyerek elteszi, és előveszük azt, amiből valójában tud tanulni. Nem? Mert az elmúlt kettő év könyve az full kuka, és használhatatlan, és minden van benne, csak az nem, ami a gyereknek fontos. Brutál nagy tananyag, csak a magolás, csak a rohanás, semmiféle elmélyülés a tananyagban. Menni, haladni, mert itt kell tartani, mert a nemzeti alaptanterv megmondta. Érted? És ezen kellene egy kicsit finomítani, vagy változtatni. Egyelőre keveset tudunk nyilván, nem csak mi mindenki. A társadalmi vita fogja majd megelőzni a szükségszerűségét, de hát elvileg már be akarják vezetni a kérdést, már csak, hogy hova rakják, és arról beszélgetünk, hogy mi mit tudunk, de hogy olvassuk, látjuk, mi sem tudunk túl sokat, és mások sem, akik el sokkal jobban értenek, és akiknek azért kellene. Ami még szomorúbb, hogy a pedagógusok. Igen. Minden esetre hát próbálunk utána járni, hogy ez miért lesz jó a mi gyerekeinknek, hova rakják azt a plusz egy osztályt, és mit jelent ez valójában. Én a plusz egy mellett a kettő, tehát az óvoda és az iskola közé azért kardoskodom, mert nekem mind a két gyerek járt egy ilyen előkészítőbe, az óvoda mellett. Tehát nagy csoportos voltam mind a kettő, és akkor hetente egyszer vagy kétszer át kellett járni a suliba, és ott ők már megérezték. A Soma most például várja azt, hogy legyen végre ez iskola. Nagyon sok helyen van, és működik. Érted? És működik a dolog. Tehát ha lehet, hogyha ezt rendesen így 9-ként, illetve 0-ként, vagy elsőként beteszed, akkor lehet, hogy az jó, mert például Somi imádta, hogy ment, ott már kellett feladatot csinálni, nyilván nem matek, meg nyilván nem magyar, hanem ilyen. Hát felkészítés, így van, egy kis felkészítő dolgot arra, hogy egyszer csak elérkezik az a pillanat, fiam, amikor te beesel az iskolába, és már nem beesel, hanem tök normálisan úgy mész oda, hogy ismersz embereket, ismered az iskoládat, tudod, hogy milyen az, amikor neked feladatot. Hát nagyon gyerekfüggő, van, aki simán megugorja, van, aki két évig üveges szemmel még néz maga elé, mert nem tudja, hogy hol van, mert nem játszhat szabadon. Tehát ez szerintem igen, nagyon gyerekfüggő tényleg, hogy ki hogy ugorja ezt meg. Jó, megoldtam illetőd, most nem kell ezt rögtön rajtam leverni. Na, megkérdezzük Radó Péter oktatáskutatót, hogy meséljen nekünk erről egy picit, ő mit tud, mit gondol erről, jónak vagy rossznak tartja a 9 osztályos általános iskolát. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánunk! Na, jól mondjuk egyébként, hogy a terv az, hogy az óvoda és az iskola közé tegyék be ezt a plusz egy osztályt? Legalábbis mi így értelmeztük, jól mondjuk? Ha a Palkovics államtitkár úr szavait értelmezték, akkor valószínűleg jól mondják, de hogy ez mit jelent, arról halvány fogalmunk sincsen. Tudnék, az óvoda és az iskola közé 1 millió különböző módon be lehet rakni egy plusz évet, nem tudjuk, hogy ez hogy fog történni, és hát azért valljuk be, az óvoda és az iskola közé berakni egy évet, annak úgy általában nincs értelme. Tehát az iskola iskolára jó, az óvoda az óvodára jó, az iskolában megszervezett iskola elkészítő óvoda az egy butaság. És éppen most hallottam, hogy volt egy Soma, aki ezzel jól járt. Hát ő miba járt, csak mellette járt előkészítőre. Valószínűleg azért járt erre járt jól ezzel a dologgal, mert egy biztonságos, nyugodt, laza óvodából iskola kirándulásként néha bement egy iskolába, és nagyon élvezte. Egy kicsit olyan, mint a gyárlátogatás. Ha bevegyünk egy csoki gyárba, és eltöltünk ott egy napot, nagyon élvezzük, de azért nehezen tudjuk elképzelni az életünket úgy, hogy a hét minden munkanapján, munkaidőben, vagy csoki gyárban dolgozunk egy futószalagnál. Hát azért nagyon sok iskolában van köztes egy év, egy úgynevezett lurkócsoport, ahol igazából megszoktatják, hozzájuk szoktatják, és akkor a gyerekek már felkészülten mennek, ezt azért csinálják pár helyen. Ez egy pompás példa, tudnélik, alternatív pedagógiákat alkalmazó, rendkívüli programmal működő, erre felkészített pedagógusokkal dolgozó iskolák, némelyikében ezt meg lehet csinálni, de az a helyzet, hogy a kormányzat minden más esetben úgy jár el, hogyha lát valahol egy működő ötletet, akkor abból indul ki, hogyha egy szabályozással rákényszeríti a minden iskolára, akkor ez mindenhol működni fog, nem ez a helyzet. Tehát mi a baj vele? Mert eddig azt halljuk, hogy nem jó, csak mi szeretnénk megtudni, hogy mi nem jó, vagy mi lehet a baj. Mert az, hogy a gyerek az óvi és az iskola között jár egy év felkészítőre, ez nekem nem tűnik annyira ördögtől valónak. Kicsit megszokja, már nem óvi, még nem suli, hozzászokik tét nélkül. A probléma következő, rengeteg problémám van vele, de néhányat azok is gyorsan elmondok. Az első problémám az, hogy a kormány megpróbál egy olyan problémát menedzselni, amit saját maga állított elő a rugalmatlan beiskolázással. Tehát kimondták azt,
a 2011-es köznevelési törvényben, hogy teljesen függetlenül attól, hogy a gyerekek mikor érik el azt a pontot, amikor már érdemes őket iskolába vinni, van, amikor ez már 4 éves korban, van, amikor 7-8 éves korban következik be, mert a gyerekek különböző tempóban fejlődnek, 6 éves korban kötelező bemenni az iskolába. Ezzel előállítottak, ezzel a merev beiskolázással, előállított egy olyan helyzetet a kormány, ahol tényleg probléma lett az iskola, és a sokkal nagyobb probléma lett az óvoda és az iskola közötti átmenet, és ezt úgy próbálja meg nem úgy próbálja megorvosolni, hogy helyreállítja a rugalmas iskola beiskolázást, hanem egy másik merev eszköz tíz be, 6 éves korban kötelező bemenni az iskolába, de abban az első évben valami történik velük, de nem tudjuk, hogy micsoda. A másik az, problémám az, hogy elnézést kérek, a másik problémám az, hogy a közoktatás a világon mindenhol 12 év folyamos. Egy évnyi közoktatás az őrült mennyiségű pénzbe kerül, ezért, hogyha meghosszabbítják az alapképzés időpontját, akkor az, amit tulajdonképpen akár rendben is lenne így nagy általánosságban, akkor viszont valahonnan leszoktak venni egy évet. Tehát ott, ahol 9 osztályos általános iskola működik, ott 3 éves a középfokú oktatás, és nem 4 éves. Mivel ezt a konfliktus viszont nem vállalja fel a kormányzat, egyszerűen hozzápakol egy plusz évet, aminek a pedagógiai hatékonysága meglehetősen kétséges. Tehát egy őrült mennyiségű pénzről beszélünk, 100 milliárdokról évente. A harmadik problémám pedig az, hogy azt nagyon jól tudjuk, hogy egy iskola szerkezeti beavatkozás önmagában nem ér el semmiféle eredményt, tudnilik. Ha ugyanabból egy évvel többet kapnak a gyereket, akkor nem fognak jobban tanulni, vagy nem lesznek, nem fejlődnek gyorsabban. Tehát az általában, amikor iskola szerkezeti beavatkozással operált egy kormány, ami nagyon ritka a költségei és a menedzselés igénye miatt, ha mégis ezzel operál egy kormányzat, az egy átfogó reformba illeszkedik, de hát átfogó reformról Magyarországon szó sincs, tehát nem fognak hozzányúlni az iskolai autonómiához, nem fognak kimeneti szabályozókat csinálni a buta és semmire nem jó központi tantervek helyett, és ezt még hosszasan lehet. Erről beszéltünk mi is, igen, hogy azért itt van a kutyaelás, hogy ez is egy nagy baj, de hát azért van számos olyan nyugati ország, ahol 9 osztályosként működnek az iskolák, nem? Északi. Igen, és nincs még egy ország Európában, ahol így módon ilyen mértékben beszámtották volna az iskolák autonómiáját, ahol ennyire központi központi szabályozás lenne iskolai tanterv helyett, ahol egyen tankönyv lenne, ahol ilyen mértékben alulfinanszíroznák az oktatást. Tehát a kontextusból kiragadva beszélni arról, hogy jó-e egy 9 osztályos iskola vagy nem, az egy ilyen vágyvezérelt buta gondolkodás szerintem. Ha mégis jó a 9, mint ahogy mondjuk más országokban ez működik a plusz 3 évvel, akkor ott a plusz 1 évet hova teszik, előre, vagy a 8. után? Volt arra példa, hogy a 8. végéhez vigyeztettek hozzá egy évet, ez Szlovákia volt, ahol ez nagyon csúnyán becsődött. Ha egy plusz évet betesznek, akkor az általában az elejére teszik, és akkor a 9 osztályos általános iskola átáll egy 3-3-3-as tagolásra, ami nem azt jelenti, hogy van egy előkészítő év, és utána csinálja tovább az általános iskola, amit eddig is csinált, hanem azt jelenti, hogy az egész általános iskolát, az általános iskola céljait újra gondolják, de még egyszer mondom, ez autonóm iskola kell, mert a legkülönbözőbb iskolákat egységesen kívülről egy Szalai utcai irodából nem lehet újra gondolni. Azt írják, hogy Szlovákiában most is 9 éves. Úgy van, mert hogy hozzátettek a végére egy évet, az iskolai kezdőszakasz ott is továbbra is 4 éves, és a szlovák közoktatás teljesítménye évek óta sokkal drámai módon hanyatlik, mint a miénk, ami nagy szó, mert a miénk is drámai módon hanyatlik. Hát nem túl szép. Nem túl biztató ez a kép, sok mindenről egyébként igen, mi is beszéltünk, hogy ez a fajta szomorú központosítás és a tanárok mindenfajta kompetenciájának elvétele és döntéshozatalától való megfosztása, ez szörnyű, hát vissza kellene adni azok kezébe a tanítást, hát akik értenek hozzá. Tehát
és tudják, hogy mi kell a gyereknek homogenizálni, differenciáltan tanítani, persze, tehát minél jobban központosít az ember, annál jobban elvérzik, hát ez nem egy központosított dolog, hát ahány osztály, annyi gyerek, annyi fajta tudás, annyi fajta szint, hát ezt ott kell meghozni egy csomó olyan döntést. Pontosan, éppen ezért nem lehet kívülről mikromenedzselni egy iskolát, mint ahogy 11 óta próbálja meg a klikkekkel az oktatási kormányzat. Csak egy utolsó kérdést engedje meg, hogy mi működik ennyire a skandináv országokban. Tehát én pont a finn oktatási rendszerről olvastam egy ilyen elképesztő 10 pontos összeállítás, hogy mennyire máshogy csinálják, és hogy milyen tovább tanulásai számaik vannak, hogy hány százalék érettségizik, hogy tanítják a gyerekeket. Szóval brutálisan jó a módszer. Hogy miért nem lehet az, hogy azt tanulmányozzuk, egy kicsit átveszünk, és akkor egy ilyen komplettebb rendszert próbálunk beépíteni, nem csak egy valamit. Egy skandináv jóléti társadalomban működő iskolát, ami nincs olyan mértékű társadalmi egyenlőtlenségek nyomása alatt, mint a közép-európai iskolarendszerek, nem lehet átvinni Közép-Európába. Aha. Ennek ellenére van egy know-how, ami felé minden ország törekszik, és amit a skandináv országokban nagyon jól csinálnak, ez a személyre szabott, differenciált, oktatásra épülő egyéni fejlesztés. Ennek a kultúrája, ennek a módszertana a legtöbb skandináv országban, Észtországban, Finnországban nagyon fejlett, ez 10-15 évnyi szisztematikus fejlesztés eredményeképpen alakult ki ilyen szépen, és hát tulajdonképpen ez az ideál. Tehát nekünk is egy olyan hardware-rel kellene körbevenni a pedagógiát, az iskolai tanítást, ami lehetővé teszi ezt a fejlesztést, de hát már, ahogy ez már felvetődött, egyen tankönyvekkel, központi, centralizált irányítással, központilag kiadott silabuszokkal ez nem megy. Hát nagyon szépen köszönjük, nem lettünk már, mint hogy okosabbak lettünk, de kérdés, hogy a gyerekeinknek ez mennyire lesz jó, hát drukkolunk. Nagyon szépen köszönjük, Péter, jó munkát! Köszönjük szépen Radó Péter oktatás kutatónak. Miért van az, hogy soha nem a Skoda Fábiások lognak be, vagy állnak? Na ne kezdjük el ezt megint, jó léci, köszönjük. Érted, pakolj föl. Pedig tényleg. Hát bocsánat. Ne kezdjük el a luxus autót, jó? Nincs index, BMW X-ad, ne kezdjük el, jó? Egy képet nem láttam még Wagoner-esről. Mert mindig a sor elején vagy, mert föltartod a forgalmat a vagonerrel, ez a helyzet. Azért nincs időt beállni. Föltartod a trollit, mert a sor elején bénázol egy kalapban, 70 évesen, úgy, hogy mögötted 4 kilométeres a sor, ezért nem tud a vagoneres megállni, nem mer megállni, mert akkora mögötte a sor, mert mindig a sor elején van. Én is tudok mondani sztereotípiákat. És a bőrösös megunja mi, hogy lassú a sor, ezért inkább bemegy kávézni. Jó, gyerekek, az X6-on nincsen index. De ez egy gyári hiba. Hát tessék a BMW-nél panaszkodni. Nem tettek az X6-osba index. Nem széria felszereltség. Az a full extra. Hát figyeljetek, én nem tudom. Tudod, hogy minden autónak megvan a sztereotípiája. De ugyanúgy megmarható. A te féléd is, a kisebbek is, a nagyobbak is. Igen, Audi, BMW, nem indexel, rossz helyen parkol, mozgásérült helyen, igen. Oda nem áll. Hát nem tudom, nem áll Suzuki. A Logan-esekből azért hiányzik a jaguáros arrogancia. Hát a Logan-esek miért nem? A Logan-esek, na akkor hagyd ne soroljam, hogy mit csinálnak a Logan-esek. Jó, mert tudok mondani 8-ot egyből. Jó, ha te is megtanulod, nem sokára ott leszel te is a körforgalomban, és nem egy BMW-s, hanem egy Logan-es fog téged jobbról elütni, úgy mikor azt hiszed, hogy neked van elsőbséged. Én tudom, mi ez a cipzárelv. Persze, tudod te majd, ha kimész forgalomba. Három Logan-es fog egy nap elütni, mert a bácsi... Mert a bácsi pillanatra elszúnyogkált, csak mert picit leesett a vérnyomás, és pont 2 másodpercet aludt a kormánynál a 70 pluszos Logan-be, és úgy fog jobbról elütni motorral, hogy nem az X6 üt el. X6 beáll a mozgássérült helyre, meg nem indexel körforgalomba. Mindenkinek van ilyen, nem? Igen, az mondjuk nem veszélyes, így van. Leálló sávba megy az Audis, a Logan-es áll elé, hogy feltartsa, és akkor kopasz ver öreg bácsit. Tehát a... nem. Balatonról hazafelé. Kopasz ver kopasz bácsit. A kopasz bácsi erős a Suzuki-val. Már megint csinálták a balt. A kopasz bácsi erős a Suzuki-val, mert ő majd megrendszabályozza az X6-os, az X6-os meg nagy darab csávő ül, aki vagy leköpi, vagy kiszáll, és úgy megveri, hogy kopasz bácsi utána nem rendszabályoz meg senkit. Tehát mindenhol vannak sztereotípiák. Jó, csak azért meg kell, hogy védjem a nagyobb autósokat. Hogy van Logan-re is hat sztereotípia, ezt majd motorral érezni fogod. Mi vigyázunk. Tehát mi vigyázunk a motorosokra. A Logan-esekkel megbízhatatlan. Jó, sem. Bocsánat, figyelj, néztem ezt az Audit, mi miért nem tud menni a 78.
78-as azért nem megy, mert egy logenos bácsi elő föltartja. Most mondd azt, hogy az oldalt az alfa föltartja. Te nem, tehát hogy így... De most mi Audiát rossz helyen, tényleg? Persze, tehát hogy nem olyan igen. Sokat végül is, tehát hogy nem egy olyan extra dolog. Hát ja. Tudod, hogy általában ugye egy sztereotíp... De tudod miért nem? Mert mi áll mögötte? Bocsánat, ő szabályosan parkol az alfás. A másik oldalán egy mellett. Mert faszol, lerobbant az alfa. Nem robbant, de parkol. Nem, az alfát nem robbannak le. Ugye, ne kezdjük a sztereotípiát. Megvan, lerobbant az alfa. Nem mondanám, tehát nézd már meg a képet. Ott parkol, te szerencsétlen neked nincs. Benőtt a repkény. Be a repkény, persze, igenis. Tele van büntető cédulával, hagyjad már. Te. De egyébként mind a hárman rajta vagyunk a képe. Én, igen. Jani, Balázs. Hallod, tényleg? Itt vagyunk mind a hárman a képen. Van egy alfa. Tudom, én vagyok a prostó paraszt, aki rossz helyen elgondoltam. Te vagy a belógó seggű Audis, bár ugye most már nincs ilyen gyerekek, autó. Gyerekek, Lexus. A Lexus hibrid kultúrált. Az is belóg, ha nagyméretű, és hülyén parkolsz le. Jani a trollin ül, és anyázik, hogy miért nem lehet itt elmenni, én meg lerobbanva állok. Az összes sztereotípia minden. Ezen minden igen, kérdezi, hallgat, nekem Ford Focuson van, milyen vagyok? Középszerű. Nem, figyelj, megvan. Hát most mondod, vagy nem, szereted, vagy nem. A Ford egy ilyen, nem akarok nagyon kitűnni, nincs igazán stílusom, Fordom van, szeretem, jó ez, de úgy nem vágyom semmi extrára. Frissítek az SMS falon, Fordosok. Kicsit középszerű vagyok, kicsit középszerű az életem, de nem is akarok több lenni, nekem ez így jó. Az van, de tökéletesen így van. De hidd el, hogy minden, ahogy a BMW, meg az Audi, a paraszt, a nagyképű, a nem indexelő, az új gazdag, a nem tudom, a Logan, attól függ, nem biztos, hogy olyan ül benne, de a kocsidnak van egyfajta megítélése, kisugárzása, mentális üzenete, tehát státuszszimbólum, akarod vagy nem, beülsz valamibe, az üzen rólad valamit. A tulajdonosról, a használójáról, ha hibrided van, Lexus, akkor snob vagy, meg ilyen nem környezetkímélő, de csak na, ugye már azért... Persze, az árkörnyezetkímélő és a divatzöld, a Tesla, a Lexus, a snob, persze, mert az aksi többbe került, mint amennyi, nem tudom, káros üzemanyag kerül levegőbe, hogy majd tudod, hol bontják le az aksit. Nem, az alfa az mindig szétesik. Nem mindig stílusa van, gyönyörű. Az alfa, amire nincsen mentség. Japánok vagyunk, olcsó kicsi. Japán, olcsó kicsi, aranyos. Tehát, hogy de így van, nem? A Suzuki is, a Logan-es is, mindenkinek megvan a sztereotípiája. Hát mindenkinek megnézed, milyen autóba ül. És gondolsz róla valamit, nem? Az olyan, mint a hajad vagy a ruhád. Üzen rólad valamit. Akarod, ha nem. Jó, de őszintén, mikor láttál utoljára a kalapost? Suzuki-ban. Van! Hát ő az lény. Menj el az Érdi Tesco parkolójában naponta négyen. A bácsi minden bekalapban ül be, tök mindegy, hogy milyen autó. De mégis a Suzuki-t használja. Jó, de az picit, hogyha meglátsz egyet, akkor rögtön megerősítve érzed magad, és azt mondod, hogy na tessék, oda, figyelj, ezt le is fotozom Balázsnak. Ahogy, mert egy picit megerősítve lát, de hogyha esetleg ahogy egy kalapost látnál mondjuk egy Volkswagenben, akkor nem mondanád ezt, hogy na tipikus. De akkor csak is akkor... mondanád, hogy a kalapos sofőr, aki bent nem veszi le, tehát azért az egy igen, külön de biztos kategória. Most cserélt el a Suzuki. Honda Civic, okosan, mert erősek vagyunk. Há, jó. Régen a Honda Civic az ugye fiatalok, 20 éves vagyok, apa megvette az első Honda Civic-et, nagyon tolom, nagyon 1.8 GTI, 1.4, 1.7, mit tudom hogy én. Mentek, jó. Kockalámpa hátul, Honda Civic, hát egy olyan ott volt, király volt, vagy CRX-ed volt, vagy régi Sirocco-d, vagy Coupé Peugeot 407-eset, hát azért ezek nagy dolgok voltak. Te mivel nyomod, Honda? Igen. Ti azok vagytok. Mi jók vagyunk. Minden? Nem azt mondtam, azok vagytok. Ja. Én nem, most bocsánat, érted, én Ferivel ellentétben én nem szeretek eljárni beszélgetni a szervizekbe. Na, jó. Ez a sztereotípia. Látod? Én utálom. De látod, hogy megvan a sztereotípia? Én. Rólad is fog majd a robogód. Ja, hát ne, de remélem. Ja, mondjuk az pont olasz, de robogóban. Oh, de fogok rögni. Robogóban nagyon. Még egy olasz. Hát nem volt, nem látod a ráncokat a Ferit. Nem látod, hogy öregszik. Járok 15 éve alfával, és soha semmi baj nincs vele. Nem, hát, nem csak titokban, jól tartott titokban. Mondaná.